Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének tudományos munkatársa. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A Donald Trump lesz az Egyesült Államok 47. elnöke, fölényesen nyerte az elnökválasztást, Jól lehet a kutatások, nagyjából egy szoros versenyt jósoltak az utolsó pillanatig. Mi történhetett? Igen, hát itt, itt nagy találgatások mennek, hogy most akkor hibáztak -e a közélménykutatók, ha nem hibáztak, akkor konkrétan ki, ki hi a felelős azért, hogy most ezt igazából mindenki úgy benézte, és nem csak az eredményre gondolok, mert azért sokan valószínűsítették én is egyébként, hogy Donald Trump az elnökséget megszerzi, még azt is, hogy a, hogy a, hogy a szenátus is republikánus többség bekerül. Az alsóházat azt meglátjuk. Én egyébként a demokrata többséget feltételeztem, de most ez nem úgy néz ki. Tehát úgy néz ki, hogy a republikánusok ezt is behúzzák, de ezt majd meglátjuk. Viszont ami meglepet, hogy ugye nem volt szoros. Tehát, hogy Pennsylvániában gyorsan meglett az eredmény, akár is lehet hogy gyorsan meg maga az eredmény, illetve hát Wisconsin államot is beúszta Donald Trump, pedig Wisconsinra republikánusok is azt uh, valószínűsítették, hogy hát ha valami mondjuk nem ő, ő hozzámegy, hanem mondjuk Harrishez, az például az lesz a csatai csat 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 államok közül. Ugye a közlemény kutatók, én nem vagyok sem szociológus, sem statisztikus, tehát hogy én azt mondanám, hogy uh, a, a, fő problémájuk a közlemény kutatóknak az volt, hogy nem tudták elérni a Trump szavazókat, és nem azért, mert a Trump szavazók kimondottan most rejtőzködtek, mint például 2016-ban, tehát nem merték névvel, altszal, vagy hát ahogy eszik felvállalni, hogy ők Donald Trumpra szavaznának. Egyre, egyre kevésbé beszéltünk az Egyesült Államokban, ahogy rejtőzködő Harris szavazó sincs. Alapvetően inkább arról volt szó, és szintén a Trump táborban, hogy egyszerűen csak nem akarnak együttműködni a közleménykutatókkal. Nem tudom. Nem hisznek nekik, nem nem hisznek nekik őket? az intézményekkel szembeni ö, ö, szkepticizmus ö, és, és kritikának a, a része. Nem hogy, akarnak nekik ö, muníciót adni. Így van, tehát, hogy egyszerűen nem együttműködőek. Erre, erre tudok feltételezni, erre ezt feltételezni, mert hogy. Én tényleg arra panaszkodtak a közvélemény hogy jó, ha 10%-át elérik a, azoknak az embereknek, akiket úgymond kiszemelnek és ő megkérdeznek. Én egyébként olyan ismerősöm is van, aki kapott konkrétan mondjuk SMS-ben, hát nem is közvélemény csak egy, egy kérdést, hogy ugye majd Helisre megy el szavazni, és hogy ezt az SMS-t megkapta valami 6 vagy 7 mi végül dühében kinyomta úgy, hogy igen, elmegyek, de, de csak azért, hogy ne küldjétek az SMS-t. Uh -huh. ugye ez megint torz eredmény. Tehát hogy elképzelhető, hogy szépíteni kellett ugye a felméréseket. És van még egy dolog, de ez is csak spekuláció, hogy elképzelhető, hogy mivel szoros eredmény kezdtek el kimutatni mondom, vélt vagy valós hibá, hibák okán a közleménykutatók már ugye hetekkel ezelőtt, onnantól kezdve már senki sem merte ezt megtörni. Tehát lehet, hogy voltak olyan felmérések egy-egy állam vagy egy-egy körzetben, ami, azt, ami mondjuk kilengés mutatott Trump vagy Harris irányába, de nem merte mondjuk az a közleménykutató ezt publikálni, mert attól félt, hogy esetleg azzal vádó, téved, mellélő, illetve hogy majd azzal vádolják, hogy ő hát megpróbálja befolyásolni a közhangulatot. Ugye ne felejtjük el, hogy volt, azt hiszem, Ann ugye, a Iowa államnak, a, a államra vonatkozó ugye, felmérése, hogy melyben ugye, állítólag 3%-kal vezettek ugye, a, a heri trump szemben. Most ehhez képest Iowa állam, ami egy, egy vagy keresztény állam, a papírforma jött, Donald Trump maga biztosan behúzta magyar idő szerint, amikor a butaságot mondani hajnali négy 5 óra magasságában. Ugye a csatatérállamokra figyeltünk elsősorban, mert azt már megtanultuk, hogy Így a választások van. ott dőlnek el. A csatatérállamokat nézve valami meglepő történt ezen a választáson? Én, eh, amit említettem az imént, hogy Wisconsin államot, hogy a Trump behúzta, azt, eh, illetve eh, Pennsylvániában nem is, hogy behúzta a államot, hanem azt, hogy Pennsylvániában korán meglett az eredmény, én arra számítottam, hogy itt majd napokat várni kell szavazatszámlálásra. Ugye ott konkrétan olyan szigorú törvények is vannak, hogy ha mondjuk nagyon szoros az eredmény, akkor kötelező is újra számlálást is lebonyolítani. Ugye ez végül nem, erre végül nem került sor. Nem, nem volt szoros. Nevada is bizonyos szempontból meglepő, mert alapvetően ez is inkább balra húzott. Azzal együtt, hogy azért voltak felmérések, amelyek Donald Trumpnak mutattak ugye előnyt. A többi igazából a papírforma szerint alakult, tehát az, hogy ugye kezdve észak és Georgia-val, ott azért szerintem várható volt, hogy ott az előzetes felmérések hogyha hiba határon belül is vannak azért sanszos volt, hogy ezekben az államokban a republikánus jelölt fog majd győzni. Arra van már valamilyen gyors elemzés, hogy a Kamala Harris miért veszített Joe Bidenhez képest is egy csomó helyen? Hát megbízható elemzés még nincs, mert ugye ez még túl korán vagyunk, de azért vannak különböző feltételezések, és olyan, ha nem is elemzések, nem is exit pollok, de mondjuk adott esetben újságoknak, vagy médiumoknak helyszíni tudósításai, vagy szondázásai tulajdonképpen, amelyek rávilágítottak, hogy egy-egy csatatérállamban vagy akár körzetben mi lehetett a, ha nem is a döntő tényező, de a szokatlan tényező, amire sokan nem számítottak. Mondok néhány példát, ami már felmerült a választás során még mielőtt az eredményt meg tudtuk volna. Észak-Karolinában például többen elmentek szavazni, mint korábban. Ez, ez, két dolgot jelentett. Egyrészt az, hogy nagyobb volt a választói részvétel, mint 2020-ban, másrészt pedig többen szavaztak Donald Trumpra. És konkrétan volt olyan körzet, ahol ezt valami ö, 1000 vagy 1500 fővel is egyébként megfejelte a korábbi teljesítményét Donald Trump. Ez azért érdekes, mert sokáig az a feltételezés ért, főleg szövetségi szinten, hogy a nagy lélekszámú részvétel az alapvetően a demokratáknak kedvez, mert ugye a nagyvárosokban ugye alapvetően inkább demokraták vannak, és ugye állandó, úgy mondjam, sajátossága volt az elmúlt években az amerikai választási rendszernek, hogy az elektori kollégiumot ugyan megnyerheti egy republikánus, de a többségi szavazatot, tehát lélekszám alapján országszerte ahányan rászavaznak ugye választópolgárok, azt alapvetően inkább a demokraták viszik. Most, hogyha ha tényleg a mostani számok élnek, tehát érdemben nem változnak, akkor tulajdonképpen is ez a legérdekesebb az egészben, hogy Donald Trump úgy nyerte meg a választást, hogy egyébként szám szerint is többen, szav, több választópolgár voksolt rá. Majdnem 5 millióval. Így az, van. az soknak vagy kevésnek számít hát Amerikában? Hát, És egyetem mi a jelentősége, amikor az eddigi amerikai választásoknál minden szakértő azt súlyolta, hogy az elektori rendszerben a populár szavazatoknak nincs különösebb jelentősége. Mert ez nem így is az van. amerikai rendszer. Ez így is van, tehát nincs jelentősége, csak egy érdekesség, hogy republikánusoknál azért nem mondom, hogy soha nem volt rá példa, volt rá példa még az ifjabbi Bush elnöksége alatt, de igazából azóta nem volt jellemző, hogy republikánusok közel kerüljenek ahhoz, hogy ők megszerezzék a többségi szavazatot. A, tehát az továbbra is az amerikai rendszerben az elektróli szavazatok döntenek ö, alapvetően. Egyébként visszatérve, még az előző kérdésre csak még érdekesség, hogy mi bukhatott mi el, ugye kamara Harris, ugye másik érdekesség, hogy a vagy érdekes választói csoport, ugye a spanyolajkúak, akik. Hát most pontos számokat még nem láttam, de gyakorlatilag ettől hangos a sajtó, hogy, arány, hogy sokkal nagyobb arányban szavazta Donald Trumpra, mint azt feltételezték. Én egyébként számítottam rá, hogy majd ezt növelni fogja. Nyilván fogalmam sem volt, hogy mennyien fognak többen szavazni Donald Trumpra a spanyolajkúak, mint mondjuk 2020-ban, de a tendencia benne volt a levegőben. Tehát 2020-ban is több spanyolajkú voksolt Trumpra, mint 2016-ban. Ugyanez igaz egyébként a afroamerikaiakra, és kifejezetten az af fiatal afroamerikai férfiakra. Tehát, hogy elképzelhető, hogy ebben a választói csoportokban az identitáspolitika helyett, ha úgy tetszik, a pénztárca vagy a gazdasági helyzet döntött. Ezt még csak spekulálni tudjuk ezzel kapcsolatban, de elképzelhető, hogy itt erről van szó. Én megemlíteném még potenciálisan a katolikus szavazókat, mondjuk állam államban. A Harris kampány az utolsó három-négy hétben akarba akaratlanul, de azért tett olyan húzásokat, amik alapvetően az államban élő katolikusoknak kifejezetten azért nem volt az ínyére. Abortusz ügyében például ugye Harris kijelentette egy interjúban, hogy röviden a lényeg, hogy egy újságíró megkérdezte tőle, hát három héttel ezelőtt lehetett, hogy amennyiben elnökként lehetőséget kapna arra, hogy újra 2022-es legfelsőbb bírósági döntés előtti állapotot visszahozza, vagyis hogy alkotmány által biztosított az egész Egyesült Államok területén ér érvényesíthető ugye, abortusz jogot újra bevezesse, vagy támog, aláírni egy olyan törvényt, akkor hajlandó lenne ezübben valamiféle kompromisszumot kötni a másik oldallal, konkrétan a republikánusokkal, mondjuk kivételek formájában, ugye mindig vannak ilyen kivételek, hogy kivéve mondjuk nem ilyen erőszak esetében lehet mondjuk abortuszt alkalmazni, vagy ott esetben mondjuk, hogyha az anya élete veszélyben van, hogy ez fordítva, hogy valamiféle kivétel alá tenni az abortuszhoz való jogot, és hát ha nem is arrogánsan, de Kamala Harris azt mondta, hogy nem, ugye igazából ezt nem tartja elképzelhetőnek. Ez azért probléma a katolikus szempontból, nem csak azért, mert hogy általában mi gondolnak az abortuszról, hanem azért, mert hogy a klasszikus kivétel már az Obama elnökség alatt is az volt, hogy mi a helyzet az egyházi fenntartású kórházakkal. Tehát ahol a nővérek, vagy csúnya hát, szóval, szóval, szóval apátszák, tehát a nővérek dolgoznak, és hogy konkrétan, ha ő, ők utasíthatóak arra, hogy abortusz hajtsanak végre. Az egyházi van ellentétes. Így van, hmm. meggyőz, ellentétben. Ugye Trump kampány szempontjából ez nem volt kérdés mert kivezetem Donald Trump ez alól mentesítette őket az elnökség alatt, de ez az interjú, ez a Harris interjú, ezt ez az emléket hozhatta vissza a katolikus szavazókban. És voltak más példák is egyébként erre, csak ezért mondom, hogy vannak ilyen társadalmi csoportok, akik nem a vártak szerint tették le a voksot, vagy legalábbis nagyobb arányban tartózkodtak, vagy éppen elmentek, és még egyet kiemelnék, itt is majd meglátjuk majd a részleteket az Exipolok alapján. De hallottam olyan hírt például a hogy a fiatal, tehát 18 és 29 év közötti korosztály most etnikai vagy bármilyen hovatartozástól függetlenül nagyobb arányban szavazott Donald Trumpra, mint azt a Trump kampány is, amire számított volna. Tehát nem arról van szó, hogy többen szavaztak rájuk, mint Harrisre, hanem egyszerűen nagyobb arányban tudott Trumpot szavazatot szerezni, mint amire bárki számított, ami elképzelhető, hogy azért történt, mert egyszerűen nem ment. El annyian, tehát otthon maradtak. És az arány megnőtt. És az arány megnőtt, és azért maradhattak otthon, mert pont ez a korosztály az, a, amelyik a legérzékenyebb a Biden adminisztráció Izrael politikájával szemben, és hogy alatt esetben Kamala Harris-ben, Kamala harris nem tudta jó, 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 jó leadni a voksát. Donald Trump-ra sem tehette volna, hiszen Donald Trump még inkább támogatná Izraelt. Úgyhogy a megoldás, hogy akkor otthon maradok. Ezt tudom elképzelni, de ezt majd látni fogjuk az exit és a későbbi Egy ilyen elnökjelölti interjúban, amit a Kamala Harris adott az abortuszra kapcsolatban. Ez egy baki. Azt szoktuk mondani, hogy az amerikai rendszerben a lehetséges kérdésekre adandó lehetséges válaszokat hajszál pontosan kidolgozzák, és a fő szempont mindig az, hogy a szavazatot maximalizálják. Mm. Sose az, hogy egy markáns véleményt mondva csak a sajátjainak beszéljenek. Hibázott? Nem hiszem, hogy hibázott volna, szerintem ott az volt a cél, hogy kifejezetten a sajátjainak beszéljen. Ugye katolikusok kapcsán ez felmerült egy kampár rendezvényen is, ahol konkrétan valaki ugye bekiabált, a, a, a és ez több alkalommal is előfordult, csak kifejezetten Izrael kapcsán, de ez úttal egyébként egy e, konkrétan, hogy, van, hogy hiszem, Jézus király, vagy Krisztus király bekiáltás hangzott el az egyik rendezvényen, és ott tulajdonképpen hát mit tesz ilyenkor a, 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 a képen beszél, Kamala Harris, ugye nem akarja konkrétan kiküldeni a rendezvényről, de ugyanakkor meg nem tetszik neki, hogy beszakítja a beszédét, és akkor konkrétan elhangzott az a mondat, hogy hát akkor te vagy, vagy ti vagy önök a, a rossz rendezvényre jöttek másik rendezvényre kell mennünk. Látunk ennél durvább beszólást is egyébként, mondjuk Donald Trump esetében más választásokon, tehát hogy ö, ilyen helyzetek azért adódtak, ö, de ugye ez megint azt a az üzenetet küldhette, hogy hát akkor neked tulajdonképpen a kemény mag számít, az elkötelezett progresszív szavazók, ö, és a többiek, úgymond a bizonytalan szavazók, hogy a mérsékeltebbek, pedig nem biztos, hogy részét képezik ennek a nagy sokszínű koalíciónak, ö, és ez érződött szerintem a folyamatosan a demokrata kampányon, csak, csak kevésen gondolták volna, hogy, hogy ez konkrétan választási vereséget fog hozni, hogy az a sokszínű koalíció az recseget ropogott. De már hónapok óta, tehát ez már év elején lehetett látni, kifejezetten Izrael kapcsán egyébként. Még, még a abortusz még kevésbé, de az Izrael kapcsán azért lehetett látni, hogy nehezebb egységben tartani a demokrata párt szavazóit, a különböző szányokat, mint mondjuk republikánus oldalon. Ugye ezt tetézte az, hogy hát volt egy ilyen Bidenből Harris való váltás és hogy négyszöglegesíteni kellett a kört. Tehát, hogy azt kellett mondani, hogy én viszem tovább Biden politikáit, de én nem Biden vagyok, én Harris vagyok, én valami mást hozok. És akkor ezzel a kemény magot nagyjából lehetett, hogy az ő körülbelül lehetett konszolidálni a pozícióját Harrisnek, meg is kapta ugye a, a, jelölést ugye augusztusban, és akkor utána volt ideje meg energiája arra, hogy akkor szépen óvatosan, de elkezdje megszólítani a, mér, a mérsékeltebb, és kifejezetten mondjuk a, az el nem kötelezett szavazókat, csak hát ott már ugye válaszolni arra a kérdésre is, hogy jó, ha nem én vagyok Joe Biden, akkor én ki vagyok. És ott vették el a republikánusok azt az elemet, hogy, vagy azt a kampány elemet, hogy akkor nézzük meg, hogy Kamala Harris az elmúlt négy évben miről éppen mit mondott, és akkor rávilágítani a belső ellentmondásokra. Tehát a Harris kampány ezzel folyamatosan küzdött, ami egy ilyen sokszínű koalíciónál ugye mindig felveti a kérdést, hogy most akkor tulajdonképpen a koalíció mely tagját vagy tagjait próbálom bentartani, és kik azok, akiket adott esetben el lehet engedni. Visszatérve még a úgynevezett populáris szavazatokra, ez növeli Donald Trump legitimitását egy elektrolényszerben? Azért kérdezem, mert a győzelmi beszédében kifejezetten kitért erre és megköszönte. Igen. Igen, valószínűleg növeli, még kisebb az esélye annak, hogy ezt a másik oldal megóvja, ezt az eredményt, Úgyhogy alapvetően, ugye ne felejtjük, hogy Donald Trump, csak azért is mondja ezt, hogy 2016-ban is úgy nyert, hogy az elektori kollégiumot behúzta, de hát a populáris szavazat, vagy a többségi szavazatot nem szerezte meg. És persze, hát a játékszabályok azok a játékszabályok, ettől ő még legitim elnök volt, de hát így most nehezebb vele szemben mondjuk alatt esetben ezt a kampányt folytatni, mert azért bizonyos szempontból a kampány velünk marad, tehát nem csitulnak a kedélyek. Tehát nehezebb ezt a kampányt folytatni, vagy ezt a kommunikációt folytatni vele szemben, hogy hát ő igazából egy kisebbséget, az amerikai csak egy részét képviseli, hogyha valóban van egy, egyébként összességében nagynak nem nevezhető, de azért mégiscsak 5-6 milliós, tehát azért szemmel látható különbség. 71 a és 69. Igen. Nagyjából. Mi a jelentősége a szenátus és a ház megnyerésének, hogyha mind a kettő megvan az amerikai rendszerben? Ugye az amerikai rendszer szándékosan fékek és ellensúlyok mentén úgy, volt, úgy lett kitalálva, hogy ne lehessen könnyen egy egyszerű többséggel bármiféle elképzelést keresztül vinni, akár a törvényhozás, akár a végrehajtó hatalom esetében. És tulajdonképpen a, a törvényhozás önmagában az elnököt, de egymást is, tehát a felső ház, az alsó házat is hivatott mond, fékezni. Nyilván, hogy ha ugyanaz a párt szerez többséget, vagy párt embereinek szerez, emberei szereznek pozíciókat, hatalmi pozíciókat mind a három, területen, tehát az elnökség szempontjából is, meg a szenátusban, meg az alsóházban is, akkor alapvetően ez kevésbé fog élni. Azért én kettő dolgot megegyeznék. Egyrészt az amerikai politikai rendszerben kevésbé van pártfegyelem, mint az európaiban. Tehát a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy-egy szenátor vagy képviselő nem úgy szavaz, mint ahogyan a saját pártársainak a többsége, vagy akár a saját pártjához tartozó elnök is elvárná. Egyszerűen azért, mert úgy szól a mondás, hogy mielőtt megmentenéd a világot, menj meg a mandátumodat. És otthon is szavaznak. És ugye vannak ilyen szenátorok, akik úgy gondolják, hogy hát az én hat éves mandátumom az egy biztosabb pozíció, mondjuk, hogy újrázni szeretnék, mint hogy az elnök négy éves mandátumát megőrizzük. Ha mondjuk olyan törvény kellene megszavaznom szenátorként, ami hát az elnöknek fontos, a többi szenátornak fontos, de nekem oda ez problémám lesz elmagyarázni a saját választóim számára, már mert mondjuk éppen vesztesei, gazdasági, társadalmi, bármilyen szempontból ennek a törvénynek. Tehát alapvetően azért nincs nagy pártfegyelem. A republikánusoknál ez még jobban igaz, nem tudom, hogy donátram személyezen mit változtat. Ugye ne felejtjük, egy olyan elnökről beszélünk, aki, egy olyan emberről beszélünk, aki úgy lett elnök, hogy volt ellene kettő vádemelés, abból az egyikben ugye első fokon, hogy a bírósági ítélet is kilátásban van nyelven Van kettő uh, szövetségi vádemelés, példátlan. A biztos, ami biztos azért még volt egy merénylet, volt még egy merénylet kísérlet, és akkor igazából a pártján belül is azért, azért volt egy ilyen komoly ellenszél. De most ezek után ilyen eredményt felmutatni, azért elkép, úgy gondolom, hogy olyan tekintét ad, ennek az embernek, hogyha ő bemegy republikánus körökbe, nem hiszem, hogy ezt a legitimitást, és nem a formális értelemben értem, hanem tényleg, hogy gyakorlatilag aki a republikánus pártot több szempontból is ugye pozícióval tudta hozni, mert felhúzott mondjuk az ő támogatásával egy-egy képviselő vagy szenátornak a, a kampányát sikerült jelentületet adni neki. Tehát úgy gondolom, hogy azért ez akkor a legitimitást ad neki a párton belül, hogy innentől kezdve a korábbi kérdések, hogy most akkor a Trumpi, meg Trump ellenes erők a republikánus párton belül, az elképzelhető, hogy ez most már múlt é, és Donald Trump olyan konszolidálta a pozícióját a republikánus párton belül. Ez alatt esetben lehet, hogy nagyobb pártfegyelmet is előidéz. Majd meglátjuk, hogy alakul. Ami kulcskérdés most, ugye a republikánusoknak most már 53, akár 54 fős többségű is lehet a felsőházban, ez borzasztóan kényelmes az elnök számára, még akkor is, ha demokraták megnyernék az alsóházat, a demokraták mondjuk január 21-e rögtön beiktatás másnapján indítanának egy impeachment eljárást, bosszúból, most csak mondtam valamit, akkor is mondta, a szenátus ezt megfékezi. Viszont az alsóházban, ahol ugye 218 szavazat kell az egyszerű többséghez, az elképzelhető, majd meglátjuk, de elképzelhető, hogy pont ennyi lesz a republikánusoknak. Ez hajszál vékony, még vékonyabb annál, amit legutóbb a félidős választáson szereztek, ami jó, formailag rendben van, mert többség van akkor mindenhol. Igen nagy nyomás helyezedik akkor a házelnökre, meg a, van a frakcióvezetőre, vagy azokra a republikánus tisztviselőkre, akik a párt fegyelemért hivatottak egy-egy törvénytervezetnél, az úgynevezett ostor vagy WIP szerepében ö, úgymond ö, biztosítani ö, ezt, a, ezt, az egységet a párton belül, mert hát az azt jelenti, hogy hát tulajdonképpen van egy elnök, aki elvárja tőlem, hogy jó törvények kerüljenek az ő asztalára, de ugyanakkor van egy, van egy felsőház, ahol várják ezt, szintén a pártársaim a többségben, de hát ugye van egy alsóház, ahol papírvékony a, a többségünk, ami azt jelenti, hogy nekem a különböző frakciók igényeit, egyéb óhajsójait, hasfájásait figyelembe kell vennem. És ha visszaemlékszünk, ugye Kevin McCarthy előző házelnök az ebbe bukott bele, hogy a saját házattáján nem tudott rendet tartani, és tulajdonképpen mindenféle béterv nélkül néhány rebel is a republikánus politikus, mondjuk megbuktatta az előző házelnököt. Szóval azért egyes szereplőkre ez komoly terhet, vagy a vállára komoly terhet ró, majd meglátjuk, itt az a kérdés tényleg, hogy hogy alakulnak pontosan az erőviszonyok az alsóházban. Pillanatnyilag most, ha jól látom, ilyen 206 helyük van a republikánusoknak, tehát még egy ilyen egy tucat helyet kell szerezniük ez a többséghez. Valószínűleg a jelendület megvan hozzá, de majd meglátjuk, hogy ez ténylegesen sikerül-e. Van-e módja Donald Trumpnak elnökként megállítani az ellene folyamatban lévő büntetőeljárásokat? A szövetségi büntetőeljárások esetében tulajdonképpen ez automatikusan sor kerül. Hivatalban lévő elnök ellen nem, nem, foly, nem zajlik eljárás a, ez négyből kettőt ugye kiiktathat. a tagállami, tehát a Manhattanben indított, illetve a Georgia államban indított ugye, eljárás esetében, ott már más a helyzet, ott ez neki nincs joga ezt felülírni, ott tényleg a jogászokra, meg, a, meg az ügyvédekre kell támaszkodnia, hogy ott valahogy a megoldást találjanak rá, hogyha most hivatalban lévő elnök erre el, mit lehet Nyilván nem, tehát ha ítélet születik, nem tudja tudni végrehajtani az elnökön, de hát ugye ott még a kérdés még ott maradt, hogy most akkor ez folyamatban van, jegelik, vagy mi lesz ez az Ugye Ez igazából erre jogászok meg ügyvédek tudnának érdemben válaszolni. Ő csak úgy felülírni nem, nem jogosult, tehát nem nyúlhat le a tagállami szintre. Ezért volt durva egyébként a georgiai vádemelés még korábban, mert hogy Georgia állami ügyész indította ez Fanny Willis személyében, mert hogy már akkor is azt mondták, hogy ez nem azért kellemetlen, mert hogy annyira precedens nélküli dolog lenne, hanem azért, mert ha megismeri a választást Donald Trump, ő ezt egy maga egy tolvonással nem tudja csak úgy félretolni, így szükség lesz majd a jogászokra. Van-e olyan ö, szenátori, kormányzói, vagy bármilyen poszt, amire innen Magyarországról is érdemes figyelni? Az alelnöket érdemes azért kiemelni, tehát az alelnök szempont, hogy nem csak ugye Donald trump ápolt mondjuk magyar kormány kifejezetten kapcsolatot, ugye lehetne itt Donald Trump és Orbán Viktor kapcsolatáról beszélni, ami nem csak a média által felkapott egyik hírt, tehát ezt amerikai, mert magyar források is megerősítették, akik rálátnak, hogy ez létezik, tehát van egy kémia a két szereplő között. Ron is például. E, hát e, így van, de alapvetően az érződik, hogy a súlypont ugye inkább a Trumpi irány volt. De J.D. Vance, tehát az alelnököt érdemes még kiemelni. J.D. Vance például, amennyire én tudom, én tisztában van például a magyar családpolitika egy-egy ismérveivel, ami hát szokatlan mondjuk egy egy hivatalra készülő ugye a halálnök esetében. Tehát hogy tetszik, két csatornán is van a házhoz, vagy hát a végrehajtó hatalomhoz ugye bekötöttsége magyar tisztviselőknek. nyilván emellé még a most nem, nem tagállamról, vagy, vagy, szenátor, vagy kormányzóról, vagy szenátorról beszélünk, de ugye nyilván majd a, diplomáci, a hivatalos diplomáciai csatornákat is érinti ez a kapcsolat. Tehát ugye akkor az a szabály, hogy majd egy választásnál, hogy a hivatalban lévő nagykövet automatikusan felajánlja a felmondását a az új elnöknek, az új elnök pedig hát ezt vagy elfogadja, vagy nem, hát valószínű, hogy az új elnök ezt elfogadja, és akkor valószínűleg új nagykövetet átadunk majd Budapesten. De lehet sejteni, mikor... hogy kit egy milyen típusú lesz a nagykövet? Karrierdiplomata? Hát kelet-közép Európában már évek óta nem jellemző, hogy karrierdiplomatákat küldenek Most már azért tudunk egy-két kivételt mondani, mondjuk a esetben Lengyelország vagy Szlovákia esetében. De, de általában a hidegháború vége óta nem jellemző, hogy karrierdiplomatákat küldjenek, hanem inkább hát politikai kinevezettekkel érkeznek. Egyébként a nagy, követ... nagy általánosságban elmondható, hogy a nagyköveteknek nagyjából egy harmad az Egyesült Államokban évek óta és kormánytól függetlenül nem karrierdiplomata, hanem politikai kinevezett. Nincs ezzel feltétlenül probléma igazából, hiszen az elnökkel kell neki jó kapcsolatban lennie, mert hát így is úgy is meghallgatják a szenátusban, tehát jóvá kell ezt hagyni a szenátusban, és ebből a szempontból is van relevanciája annak, hogy kényelmes többséget szereznek a republikánusok a felsőházban, mert nem lesz gond, vagy valószínűleg nem lesz gond majd a kinevezésekkel, beleértve a nagyköveti kinevezéseket is. Donald Trump, mint megválasztott elnök, ugyanazt a védelmet kapja, mint Joe Biden és Kamala Harris, vagy az ellene irányuló merénylet után ezt már nincs hova fokozni. Hát úgy gondolom, hogy a védelmet kell kapja, de megint az, az elmúlt tehát hónapok tapasztalata alapján azért szerintem ezt majd, erre majd külön figyelmet fordít majd a Secret Service. Uh, ugye ez a vita egyébként felme, ugye ez a kérdés felmerült már a kampány idején is, hogy ugyanazt a védelmet kell, hogy kapja adott esetben ugye a jelölt. Egyébként általában nem. Tehát a jelölt nem ugyanazt a védelmet kapja, mint maga ugye a hivatalban lévő elnök, de értelemszerűen így, hogy már ő a elnök valószínűleg azért ezt a, ezt a kitüntetett figyelmet, vagy külön figyelmet megkapja, különösen az elmúlt hát, hónapoknak a fejlemények. A egy győzelmi beszédében azt ígérte, hogy mostantól Amerika egyesítésén fog dolgozni. Hogy kell ezt érteni Donald Trump esetében? Ez egy fontos mondat. Én magát a beszédet nem hallottam, azt hozzáteszem, de a mondat az borzasztóan fontos, mert ugye ez egy standard alapmondat minden választást követően, hiszen minden választás végső soron egy ilyen de facto kétpárt rendszerben egy zéró összegű játék, egyik fél nyer, másik veszít. Nyilván vannak komplexebb vagy összetettebb helyzetek, de alapvetően erről van szó, valaki győz, valaki veszít, és ahogyan közelítünk ugye a kampányhoz, egyre inkább eldurvulnak azért a különböző üzengetések, meg hát a kampány stílusa, meg tartalma. Úgyhogy van csatabárd, amit el lehet ásni a végén. Tehát ez, hogy most akkor egy, eddig volt a versenyzés időszaka, most az együttműködés időszaka következik, és hogy, el, és hogy kifejezetten egyesítjük a nemzetet. Ez ilyen szempontból egy ilyen örökzöld üzenet. Nyilván a mostani politikai klímában, vagy vagy környezetben azért ez fokozottan aktuális. Tehát éppen ezért ez egy fontos üzenet volt. A kérdés az az, hogy erre majd milyen gesztusok irány... fognak majd ebből következni a gyakorlatban. Itt mindenféle gesztus lehet gyakorolni egyébként, tehát hogy bevonja el mondjuk a nemzetközi diplomáciába az ellenzéki képviselőket, a demokraták képviselőket, ha más akkor megfigyelőként, hogy csak egy okép példát említsek, amire volt példa múltban, hogy mondjuk adott elnök ezt nem tette meg, és akkor erre gyakorlatilag így berágtak a, az ellenzében lévő szenátorok vagy képviselők, hogy hát gesztus azért jó lett volna vagy adott esetben mondjuk az, hogy mondjuk meghívja a győztes ugye elnök, ugye a vesztes, vagy alulmaradt ugye jelöltet mondjuk a Fehérházba. Nyilván az, hogy hogyan zajlik az átadás átvétel, vagy protokollári szempontból. Tehát leheti lehet így gesztus gyakorolni konkrét szereplőkkel szemben. Értem itt konkrétan a Kamala harris és Tim Walcot, meg gyakorlatilag ugye a demokrata szenátorokat és képviselőket. Meg hát, ami nagyon fontos, hogy hát a választók felé azért elég uh, erős kijelentések azért elhangzottak a kampány során. Itt Tehát épp ugye, ez a kérdés, hogy van módja Donald Trumpnak egyáltalán bármilyen gesztus gyakorolni, amikor a kampányban ha. arról beszélt, hogy el akarták őt a föld színéről törölni, meg börtönbe akarták zárni. Hát van mondjuk éppen ezért, egy, egy, egy pont ezért ilyen értelemben, a, hogyha, hogyha ő erre helyezi a hangsúlyt, vagy ez az ő mond bázisa, vagy kiinduló pontja, akkor ilyen értelemben, most furcsán, hogy most mondok, de hogy az erkölcsi fölény olyan értelemben nála van, hogy nem ő mondta azt, hogy most a másik oldal szavazói, ugye hulladék vagy szemetek, ugye ez Joe Biden részéről hangzott el, és szóval utána korrigálta magát ugye az elnök. Szóval alapvetően szerintem van erre lehetősége. Egyébként csak érdekesség, a Donald Trump, és nyilván én nem látok a lelkébe, meg szerintem sen, egyikünk sem lát a lelkébe, de alapvetően azért azt lehet látni, hogy vannak rá példák minimum házon belül, hogy ezért ezt megdeszi. Mondok egy konkrét példát. A két csatatér állam, ahol ugye először kiderült, hogy a Trump győzött, az észak és Georgia volt. Mind a két államban olyan republikánus vezetők vannak, akár kormányzók, akár más tisztviselők személyében, akikkel Donald Trump elég rosszra a port az elmúlt hónapokban, illetve években. És mégis az látszódott, hogy azért a, 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 amit látunk végeredmény, a, bígás, az eredmény, az alapvetően nem csak Donald Trump, hanem azért a republikánus erőfeszítéseknek is betudható. Tehát, hogy összehangolták, félretették a nézeteltéréseiket, és bepróbálták összehangolni a kampányokat különböző szinten, vagy szinteken. Úgyhogy alapvetően van erre példa, és mondom, nem látok a lelkébe, de amennyire, amennyire azért lehet hinni a róla szóló híreknek, ugye pont ugye azt teszi sajátossája a Donald Trumpot, hogy hát ha úgy tetszik, nem megélhetési politikus, tehát ha úgy tetszik, van egy ember arca. Most nem akarom minden a politikusokat váltani ebből a szempontból, csak azért mondom, hogy ugye az, hogy ő például egy régi kampány vett, vagy módszert vett elő, ugye ez a gyors étteremben való ugye, a munkavállalás, vagy ez a kukás autózás, volt persze egy fricska is, mind a kettőben, a másik oldalra a szemben, de hogy ez, hogy megint csak kicsit nyersen fogalmazok, hogy leereszkedik, ha úgy tetszik a választópolgárok szintjére, azért alapvetően azokat az anekdotákat vagy történeteket erősíti, ami az ő személyét körül azokat a az történeteket erősíti, hogy alapvetően ő noha teljesen más társadalmi és anyagi státuszban van, mint egy átlag amerikai, azért mégis egy átlag amerikai -val kapcsolatban van, meg az ő valóságával kapcsolatban van. Az is segíti egyébként a dolgát, hogy ugye pont a a vók vagy a vók irányzat ellen próbálta megfogalmazni ugye a programját. Ilyen szempontból is uh, én azt mondanám, hogy neki van úgymond uh, tere uh, ilyen jellegű gesztusokat gyakorolni. De kérdés az az, hogy hát ez uh, működik-e? Tehát most mondok egy, kicsit hangzó ugye, példát. Uh, az elmúlt években ugye két női elnök jelöltünk volt, aki közel jött ahhoz, hogy tényleg elnök lehessen, ugye mind a kettő ugye demokrata oldalon, ugye Hillary Clinton és Kamala Harris. Lényegében Donald Trump úgy vonul be a történelembe, hogy ő volt az, aki az első két reálisan megválasztható női elnök jelöltnek a jelöltségét lényegében Kicsinálta. Tehát, hogy megakadályozta mindkét alkalommal, hogy nő legyen az Egyesült Államok elnöke. Nyilván nincs elveszve minden, tehát lehet később nő az Egyesült Államok elnöke. Republikánusoknak is volt női jelöltje, ugye Niki Hédi személyében. De hogyha ezt adott esetben mondjuk a másik oldal identitáspolitika mentén felveszi, és így keretezi, akkor úgy mondjuk így nehezebb lesz mondjuk csatabárdokat elásni, hogyha ez így tudatosul mondjuk a társadalomban, miközben nyilván nem erről van szó. Csak hát valóban végül is, hogy hallatokat nézik, akkor, akkor ez történt. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem van lehetősége Donald Trumpnak. Még egy példát említenék, a, most már tájtól, túl rajta, a kampányidőszak utolsó szakaszában volt az Alfred Smith vagy Al Smith gálavacsora. Ez New York, New City-ben rendezett, most már évtizedek óta megrendezett jótékonysági gálavacsora. Lényegében a kampány részét képezi olyan szempontból, hogy a kampány utolsó heteiben mind a republikánus, mind a demokrata elnök jelöltet és vagy alelnök jelöltet meghívják csapatával együtt, és hát miközben hát, egy légtérben vannak, és hát rossz egymást, ugyanakkor ezt egy ilyen békésebb Nyugodtabb hangulatban tehetik, mindezt egy ilyen jótékonysági áll csak. Hát ez kokétan a, a New Yorki katolikusok éves zsidók szervezik ezt a, ezt a rendezvényt. Ez egy évtizedes hagyomány. É, ez egy -tizedes hagyomány, és kifejezetten egyfajta fajta stand-up vagy Roast gyakorlatot, vagy hát jelenti kifejezetten egy, egy ilyen hát szelepként funkcionál, hogy a feszültséget levezessük. Na most Donald Trump erre elment most is, meg korábbi években is, és ennek megfelelően úgymond viselkedett. Kamala Harris idén például ezt kihagyta. Nem főben járó bűn, csak nem illik, tehát hogy alapvetően nem, nem, szokás ezt megtenni. Nyilván ennek különböző oka is lehettek, mondjuk kampányelfoglaltságok küldött videó üzenetet. Mondom, ez már a múlt, tehát nem akarok én ezzel rugózni, csak azért mondom, hogy ez is egy példa, ami ott esetben mutatja, hogy ha kap lehetőséget mondjuk Trump arra, hogy, Annélkül, hogy most magát megtagadná egy kicsikét könnyeddel, hogy emberi barcát tudja mutatni, azt alapvetően az a lehetőséggel ö, szokott érni, hogy én nem látok a lelké, azért lehet látni a kampány során, hogy azért az ilyen helyzeteket megpróbálta kihasználni. Milyen szerepe lehet JD Vance alelnöknek, aki magyarul is olvasható könyve szerint teljesen máshonnan jött, mint Donald Trump, nagyon alulról. Igen, ugye talán előbb beszéltünk korábban, hogy egy J.D. Vance alelnöksége nem volt hozzáadott, ért, nem képezett hozzáadott értéket Trump, Trump elnöki megválasztásához abból a szempontból, hogy általában ugye alelnök jelölteket az alapján választanak, ez nem törvényszerű, de célszerű olyan alelnöket választani, aki olyan államból jön, amelynek mondjuk a, az elektorára szüksége van az adott elnök jelöltnek, vagy, vagy aki már az alelnök jelölt, az olyan társadalmi csoportokat képes megszólítani országszerte, akiket mondjuk az elnök jelölt nem lenne képes megszólítani. Mondok egy konkrét példát, 2016 Donald Trump nem hiába Mike Pence-et jelöli. Ugye a elnök jelöltnek egyrészt ez egy gesztus a párt, republikánus párt mérsékelte, vagy főáramlata a felé, másrészt pedig egy gesztus az evangélium, vagy evangélikál keresztény szavazók felé, akiknek a körében ugye Mike pence van hitele, ellen mondjuk Donald Trump, az, most a 2016-os évet mondom. 2024-ben, ha megnézzük, ugye J.D. Vance, Ohio-ból volt ugye szenátor, igazából a térségben, az Ohio államot nem J.D. Vance szállította Donald Trumpnak. 2020 Kettőben, ha jól készült is felmérés egyébként, hogy kettejüknek a támogatottságát egyes körzetebb mérve Ohio-ban összehasonlította, és igazából Trump verte akkor még J.D. Tehát ilyen szempontból nem ez volt J.D. Vance jelentősége, hanem az utód. Tehát, hogy olyas valakit jelöl Donald Trump, aki noha teljesen más karakter, minden szempontból megjegyzem, tehát, hogy katonai szolgálata volt, jogi diplomát szerzett, és egyébként azzal együtt, hogy társadalmi értelemben alulról jött, tehát nem egy gazdag családba született, hanem konkrétan mély jött, és hát édesen, egy kábítószerfüggő volt, struktúrális munkanélküliség vezetője térségből származik, de ugyanakkor a Yale Egyetemen szerzett jogi, jogi diplomát, illetve hát ott az ottani jogi szakflap, szaklapnak volt ugye a szerkesztője. Tehát alapvetően egy más stílusú, karakterű ember, de ugyanakkor ugye képes kettő dologra, ugye egyrészt tud kifinomultan, érvek mentén, hát úgy teszik, vitából beleszállni, ahova inkább őt kellett küldeni, mint Donald Trumpot. Hát mégis csak egy élenvégzett jogász. Így van, így van. Ez lehetett látni már a Trump-elni uh, vádemelések esetében is, tehát már akkor is J.D. Vance, amikor idézőben még csak szenátor volt, akkor lehetett látni, hogy ő volt az, aki elment a különböző uh, politikai értelme ellenségesnek mondható ugye, műsorokba, MSNBC vagy CNN platformjaira kiállni Donald Trump mellett, és érvelni, hogy miért, uh, miért hibás politika, vagy éppen jogi szempontból az érvelése ennek vagy annak az ügyésznek. Tehát ez az egyik, úgy tetszik a buldog. Tehát, hogy a, 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 a sárdobálásban a maga módján résztvevő ugye, szereplő ugye, az alelnök. Erre van egyébként precedens, hogy a legismertebb példa a 20. századból ugye Eisenhower elnök alatt Nixon alelnök aki kifejezetten vállalta azokat a vitákat, amelyektől szépen meg lehetett óvni, vagy kímélni, ugye Aikot vagy Eisenhower elnököt. Szóval ez az egyik hozzáadott értéke J.D. vance -nek. A másik, amit említettem, hogy hát potenciálisan ugye utód lehet, tehát ő az, aki eléggé fiatal, és ha úgy tetszik, tovább viheti a, a, mozgalmat, a Trump mozgalmat, még a teljesen más is a karaktere, akkor, hogy a Donald Trump majd már nem lehet ennek. Most ez nincs kőbevésben, tehát itt nagyon fontos lesz, hogy a következő négy évben milyen szerepet tud vállalni a kormányzaton belül J.D. Vance, az alelnök szerepe alapvetően minimális az amerikai alkotmány alapján, minden azon áll vagy bukik, hogy az elnök kijelöl-e olyan területeket, amelyekért konkrétan az elnököt teszi felelőssé, és ad is neki erőforrásokat, hivatal, munkatársakat, büdzsét, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzon. Akkor olyat kell kijelölnie, amiben lehet sikereket elérni. Ú, így van, vagy, vagy vagy amelyek saját magát az elnök tehermentesítheti, mert úgy gondolja, hogy most mondok egy példát, klímaügyekkel én nem foglalkozom, Fiktív példa a klímaügyekkel, vagy az európaiakkal, nem én tárgyalok, hanem majd küldöm a Vance-et adott esetben, mert hogy nekem nincs türelme velük tárgyalni, én Kínával foglalkozom. Most csak mondtam egy fiktív példát, majd meglátjuk, hogy lesz-e ilyen teret Erre is van példa, csak ez nem annyira elterjedt. ez a Walter Mandel-modellnek nevezzük, legalábbis a szakirodalom így hívja. Tulajdonképpen ez Jimmy Carter volt, aki ezt a gyakorlatot bevezette még Walter Mandel alelnöksége alatt de nem jellemző, sok, uh, sok múlik rajta, mert ugye egyébként Kamala Harrisnek is ez volt a gyenge pontja, hogy hát uh, nehéz volt úgy bármilyen profillal a bizonytalan szavazókat megszólítani, ha nem tudott az utó, az előző három és fél évvel idézőjelben elszámolni, hogy most akkor pontosan ő miért is felelt, és mik azok a vért vagy valós eredmények, amiket elért. Úgyhogy nagyon sokat számít a karrier, Jerry Vance karrierje szempontjából, hogy alelnöki szerepben hogyan tud bent maradni a következő négy évben. Milyen kulcspozíciókat kell betöltenie Donald Trumpnak ahhoz, hogy lássuk, hogy kik mit fognak csinálni nála? A házban kell kezdeni, nem, vagy a ha fegyveres erők? Hol? A legfontosabb talán, hogy a sorban haladunk, a, a, fehér, fehérházi kabinetfőnök, ez a chief of staff, angolul, a fehérházi kabinetfőnök, és ő mellette pedig van egy olyan tisztviselő, aki kifejezetten a tranzícióért, tehát átadás átvételért felel. Ez azért fontos, tehát oda tényleg tapasztalt szereplőt kell kinevezni, mert ő rajta áll vagy bukik hogy mennyire gördülékenyen megy az átadás átvétel, mennyi idő megy el kinevezésekkel, ügyeknek az, ügyeknek az átvételével, igényeknek a megfogalmazásával, tehát hogy ebből a szempontból ez a legfontosabb, hogy a fehérházi kabinet főnök és az ő közvetlen környezete az milyen csapatból tevődik össze, ez az egyik. Nyilván a kabinetnek a tagjai, tehát a különböző miniszterek, ugye a külügyminiszter, nem is a külügyminiszter, a védelmi miniszter, talán fontosabb, belbiztonsági miniszter, hogyha esetleg szeretne valamilyen külön portfólió, az elnök. Tehát egy olyan témára összpontosítani, amely, amelyre korábban úgy gondolja, hogy a korábbi elnökségek során nem került sor, akkor itt is esetben érdemes olyan nevebben gondolkodni, akik ilyen szempontból hát, magukra vonzák a figyelmet. Ugye Elon Musk neve merült fel ezzel kapcsolatban konkrétan, hogy ő felelne majd a kormányzat hatékonyságáért. Ez részben egyébként leépítéseket jelentene, vagy legalábbis a áramvonalasítását a szövetségi kormányzatnak, aztán majd meglátjuk a részleteket. És ami nagyon fontos a mi szempontunkból, tehát a kül- és biztonságpolitikai szempontból, az nyilván ugye a külügyminiszter, a külügyminiszter által majd ugye jelölt ugye, Eur Európa és Eurázsi ügyekért felelős helyettes államtitkár, valamint a szintén ugyanezen területért, tehát Európáért felelős, meg általában biztonsági stratégiai felelős, ugye nemzetbiztonsági tanácsnak a tagjai, tehát konkrétan a nemzetbiztonsági főtanácsadó, ez konkrétan Donald a saját személyes döntése, hogy kit jelöl ki, még, még jóváhagyás sem kell hozzá, ez egy bizalmi pozíció, és a nemzetbiztonsági tanácsnak azok a, az a tag, azon tagjai, akik ilyen vagy olyan módon foglalkoznak mondjuk európai, vagy éppen kelet-közép-európai, vagy orosz-ukrán ügyekkel, most mi nézen. Nem. meg hát értelmes szerint a nagykövetek, hm? tehát én, mi, én, mi, én, mi, ezeket mi, no. én magyar szemszögből nézem. Maszkon kívül, meg az ifjabb Kennedy kívül nevek merültek már föl? Tehát hogy ki lesz az új Victoria Nuland például, azt lehet tudni? Biztosan még nem, tehát ahogy a nemzetbiztonsági főtanácsadó nevére is vannak különböző spekulációk, hogy kit, kit jelölne. Ugye akinek a neve elhangzott a mondjuk a védelmi minisztériumi vonalon az Elbridge Colby, vagy legalábbis ugye vannak nevek, akik most hát nem elhangzott a neve, hanem hogy a, a, a Trumpi, illetve republikánus külpolitikai diskurzusok és viták, mert ugye komoly belső viták vannak arról, hogy most akkor milyen irányvonal érvényesüljön a republikánus táboron belül, ugye most már a Trumpi vonalnak kell hozzá érvényesülnie, csak hogy ez konkrétan mit jelent, hogy ezt még, még ki kell kristályosodnia, vagy szükséges kristályosodjon. Szóval Elbridge Colby neve ezekben a diskurzusokban már felmerült. Ő egyébként már az első Trump elnökségben is a Pentagonban dolgozott. Ő tulajdonképpen arról híres hírhetet, attól függ itt kérdezünk, hogy ha úgy teszik erre a ami azt jelenti, hogy ő úgy gondolja, hogy semmi baj nincs mondjuk Ukrajnával, de egyszerűen annyira Kínára kell összpontosítani az Egyesült Államoknak, hogy minden erőforrás minden más térségből, és elsősorban Európából át kell csoportosítani Kínába. Nem úgy gondolat, az Obama adminisztráció alatt is felmerült ez, csak más kontextusban, más körülmények között. Colby ezt lényegében a kendőzetlenül közli különböző akadémia, illetve cikkeben illetve publicisztikákban. Kell-e attól tartani a Donald Trumpnak, hogy a kormányzat bármilyen szinten akarja szabotálni az elnöki akaratot? Az első elnöksége idején szóltak erről, hát vagy hírek, vagy anekdoták, miután nem vagyunk bent, ezt nehéz megmondani. Ö, tulajdonképpen, ö, majdnem, Viszonylag könnyű megmondani, mert ugye azt szokás mondani, hogy a Trump-elnökség volt az elmúlt évek legtranszparensebb elnöksége, legátláthatóbb. Mert csak annyi volt, hogy, akkor mi, tehát, hogy elég sok minden kiderült, aztán utólag kellett eldönteni, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. Emlékezünk vissza az első impeachment eljárás Donald trump az konkrétan a szivároktatásnak a folyamánya volt. De mondok egy másik érdekes példát, én emlékszem, amikor 2018 nyarán a Washington Post-ban jelent meg egy cikk, egy anonim cikk, azzal a címmel, vagy valami olyasmi címmel, a nem emlékszem, hogy mi vagyunk az ellenállás. És tulajdonképpen arról szólt a cikk, és most vagy elhiszem, vagy nem, hogy most akkor ténylegesen emögött voltak emberek, vagy pedig a Washington Post újságével, vagy szerkesztősége gondolta ezt oda. Hát, hogy olyan emberek írták ezt, vagy az ő olyan emberek nevében írták, akik állítólag a Fehér Házban dolgoznak, és hogy tulajdonképpen, hogy ők fogalmazzák, ők, azok, ők az ellenállás, ők azok, akik Donald Trump asztaláról eltüntették azokat a dokumentumokat, amiket jobb, ha nem ír alá az elnök, vagy jobb, ha nem is lát, vagy éppen az elnök elé teszik olyan dokumentumokat, amiket látnia kell felmerül a bűncselekménynek a kérdése enyhén szólva, de alapvetően az ilyen tapasztalatok miatt a Trump kampány részéről ugye felmerült az az igény, hogy akkor a, az apparátust, tehát az adminisztrációt, vagy hivatalos neven az administratív államot, amit ugye mély államnak is szokás pejoratív módon jellemezni, de a hivatalos neve az administratív állam, vagy még visszafogottan a bürokrácia, ami ugyanúgy a végrehajtó hatalomnak a része, csak több szinten az elnök alatt van, és az elnök nem is látja a mindennapi működését ezeknek. Sőt, gyakran még a miniszter sem látja adott esetben ezeknek a szervezeteknek a, működé, a mindennapi belső működését, bármilyen furcsán is hangzik vagy annyira szertákozó, meg olyan nagy létszámú szervezetekről van szó, és persze olyan sok jogszabály lengi körül őket, hogy hát ezeket valahogy olyan lojálissá tenni a mindenkori elnökhöz. Ugye erről szólt tulajdonképpen a közbeszédben a Heritage Foundation által tető alá hozott ugye Project 2025, amit ezen Donald Trump nem egyszer azt mondta, hogy ugye rendezvényen, hogy ő e teljesen elhatárolódik és ezt, ezt ö, fenntartásokkal venném, mert az igazság, hogy Donald Trump személyétől függetlenül ez egy republikánus igény, hogy az adminisztratív államba. Próbáljanak meg republikánus érzületű, vagy világszemléletű ö, szereplőket vagy döntéshozókat ö, beemelni, hogy ténylegesen összhangban legyen a megválasztott republikánus vezetőkkel. Mondok egy nagyon konkrét példát, ugye talán a hallgatók emlékeznek, vagy hallottak, ugye Ronald reagan a Berlini falról szóló beszédéről, ugye, ugye Mr. Gorbacsov, vagy Gorbacsov úr jön és döntse le ezt a falat. Na most ez egy ilyen ominózus beszéd. A beszédíró, aki előki, aki többek között előkészítette a beszédet, saját maga azt állítja, hogy a Heritage Foundation rendezvényén hangzott ezzel egyébként idén nyáron, meg hát máshol is, hogy annak idején a külügyminisztériumban ezt a, ezt a passzust, meg általában a berlini falat palat, általában törölték volna a, a szövegből majd a beszédből. És magának a beszédírónak is azt javasolta a nyugat nagy nagykövet annak idején, megint csak ugye a külügyminisztériumi apparátusnak a, a, tagja, hogy hát jobb, ha a Berlini falról nem beszél, mert, az, mert csak problémát vett fel, és az emberek már itt, németek már hozzászoktak. Uh -huh. És akkor hát végül tudjuk, hogy nem itt történt dolog, de ugyanez a helyzet például csak anekdotaként a egy példa, hogy amikor Ronald Reagan találkozott Szent II. János Pápával Pápá ugye a Vatikánban, akkor konkrétan ugye vallásszabadságról akart beszélni. Tehát ő konkrétan proaktívan azt mondta, hogy a fő gondolat, amit szeretnék keresztül vinni, az a vallásszabadság. Azt, hogy miről beszélek, azt mondja, a beszédírók majd összeraknak valamit, de a vallásszabadság gondolatát és jelentőségét szeretném ugye átadni. Uh, és a megírták a beszédet, uh, ugye a, a tervezet ilyenkor bekerül ugye a, a, a stafferekhez, vagy a különböző ugye uh, személyi uh, titkárokhoz, meg a személyzethez ugye a külügyminisztériumban, meg a nemzetbiztonsági tanácsban, és a külügyminisztériumban is lehet látni ezt a régen könyvtárban, tehát ez dokumentálva megvan archívumban ez, az a, ez a, beszéd, konkrétan a különböző megjegyzésekkel, hogy erősen javasolt kihagyni, tehát hogy ne beszéljen a vallásszabadságról a pápának, és akkor visszakérdeztem, hogy hát a pápával találkozik. Hát igen, de a pápával nem úgy találkozik, mint vallási vezető, hanem mint szentszék, mint a Vatikán állam, államfőjével, és hát mint ilyen, akkor vallásszabadságról ne beszéljünk. És akkor erre mondta állítólag ezt Ronald Reagan, amikor ezzel szembesítették, hogy hát nagyon jó, de hát én vagyok az elnök, nem? Tehát én döntöm el, hogy miről beszélek. Na, az ilyen jellegű tapasztalatok miatt, ezeket a színeseket csak azért hoztam be, hogy az ilyen jellegű tapasztalatok miatt nem csak a Trumpi republikánusok, hanem általában a republikánus körökben vannak fenntartások a, úgynevezett adminisztratív állammal szemben, kifejezetten egyébként a külügyminisztériumban. És biztos vagyok benne, hogy visszatérve az eredeti kérdésre, hogy a, a Trump elnökség akár van közül a Project 25-hoz, akár nincs, biztos, hogy benne, hogy fokozott figyelemmel fogja kísérni a, a személyzeti politikát, vagy személyi politikát, hogy konkrétan kiket nevez ki, nem csak az államtitkári, meg helyettes államtitkári szinten, hanem még lejjebb, tehát főosztályvezetői, osztályvezetői szinteken, hogy tényleg szinkronban tudjon működni az adminisztráció az elnökséggel. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Csizmazia Gábor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos munkatársa volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták, javaslom iratkozzanak fel az Inforádia YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde, Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője.